Üdv mindenkinek! A mai videóban arról fogok beszélni, hogy milyen tapasztalataim gyűltek össze az évek során a digitális világban a terepasztal vezetékezésével kapcsolatban. Az első részben a pálya áramellátásának kialakításáról fogok szót ejteni. Ez a téma is elég nagy, ezért komolyabban nem fogok most belemenni nagyon a részletekbe, csak úgy általánosan próbálom meg az egészet áttekinteni a szemszögemből. Én azt tapasztaltam, hogy ugyanaz analóg témakörben számtalan leírás és anyag áll az ember rendelkezésére, azonban a digitális DCC rendszerekkel kapcsolatban elég sok homályos folt van, főleg a magyar nyelvű anyagok hiányosak, kevés olyan modellező van, aki megosztja az apró részleteket és praktikákat is. Egyszerű kézi vezérlésű digitális pálya bekötése. Itt most a korábban tervezett kis terepasztal tervet fogom használni példaként. Ez ugye gyakorlatilag egy egyszerű ovál, és a működtetése kézi vezérlőről is könnyen megoldható. Ha nem akarunk foglaltságérzékelést vagy vonatbefolyásolást ABC jelzőkkel, akkor ennél az asztalnál nyugodtan mellőzhetjük a vágányok külön kiszakaszolását, kiszigetelését, és kihasználhatjuk a DCC azon előnyét, hogy magát a járműveket vezéreljük, és nem a pályát. Ha azt gondoljuk azonban, hogy egy bekötési pont elég lesz, akkor szerintem nem járunk jó úton. A sínek csatlakozási pontjainál, a sínpapucsoknál, illetve a váltóknál már egy nem túl nagy pálya esetén is komoly veszteségek keletkeznek, és a pálya távolabbi pontjain eshet a feszültség, torzulhat a DCC jelalakja, ami különféle anomáliákhoz vezethet. Szerintem érdemes egy ilyen asztalon is több betáplálási pontot kialakítani a biztos üzem érdekében. Az amerikai modellezőknél elterjedt a 3-6 lábas szabály, ami nagyjából annyit jelent, hogy méterenként, 2 méterenként érdemes legalább egy betáplálási pontot kialakítani mindkét sínszálhoz a stabil áramellátás biztosítása érdekében. A legcélszerűbb szerintem, hogyha a digitális központunk kimenetére egy busz topológiájú fő tápellátó vezetéket kötünk, és ebből ágasztatjuk le a betáplálási pontokat. A vezetéket érdemes színkódolni, azaz nem egy színű vezetéket használni mindenre, hanem mondjuk a fekete, piros a DCC jelé, a sárga, barna a 16 volt váltóáramé. A fő tápvezeték javallott, hogy minimum 0,35 négyzetmilliméter átmérőjű legyen, a vékonyabb 0,14 négyzetmilliméteres vezeték nem jó választás, de célszerű még ennél is vastagabb 0,5 vagy 0,75 millimétereset választani, főleg nagyobb asztalok esetén. A betáplálási pontoknál érdemes a sínpapucsok aljára forrasztani a vezetéket, én is így jártam el a saját terepasztalomnál. Ez a megoldás nagyon elegáns, lévén oldalról fentről nem látszik a vezeték és a forrasztás, az asztallapon pedig, ha pont alá fúrunk egy lyukat, szintén nem fog látszani semmi. Ha több vágányos állomásunk van, akkor érdemes minden vágányt nagyjából a közepükön megtáplálni, hogy elkerüljük a váltók esetleges kontakthibáiból eredő érintkezési és áramellátási gondokat. Amennyiben olyan sínrendszert választunk, ahol a váltók szívei is polarizáltak, akkor az ő betáplálásukat is meg kell oldani, ehhez olyan mágneses állítómű vagy olyan szervós megoldás kell, ami képes szívpolarizációt is végezni. Illetve ilyenkor a váltó szívét is ugye értelemszerűen be kell kötnünk a megfelelő helyre. Kézi vezérlésű terepasztal ABC vonat befolyásolással. Az ABC az Automatic Brake Control rövidítése, magyarul automata fékezést jelent. A rendszer aszimmetrikus DCC jellel működik, ami olyan mozdonydekódert is igényel, ami képes ezt kezelni. Ez a kialakítás már szakaszolásokat igényel, illetve olyan jelződekódereket, amik képesek ABC jelet kiadni magukból. Ilyen üzem esetén érdemes előre tájékozódni, hogy milyen dekóder mivel kompatibilis. Ennél a rendszernél fontos megjegyezni, hogy a mozdonyaink irányérzékenyek lesznek, azaz nem lehet csak őket kézzel felkapni és megfordítani, ha azt akarjuk, hogy a másik irány legyen az előre. ABC rendszer esetén a vezetékezés annyiban különbözik a sima többpontos betáplálásos kialakítástól, hogy a jelzők előtt az egyik sínszálat meg kell szakítani és kiszakaszolni a kívánt fékútnak megfelelő hosszúságban. Praktikusan ilyenkor minden jelző előtt lesz egy ilyen fékszakasz,
amire, hogyha ráhalad a mozdonyunk és a jelző megáll jelzést mutat, akkor lassítani kezd majd, és a dekóderben beállított paraméterek függvényében megáll. ABC rendszer esetén vannak azért hiányosságok, például az ingavonati tolt üzemet nem képes megfelelően kezelni, hiszen ilyenkor a mozdony hátul van, és csak akkor kezd el lassítani, amikor ő is ráér a kiszigetelt szakaszra. Tehát az ingavonat eleje az túl fog csúszni a jelzőn. A rendszerben problémát tudnak okozni a világítással ellátott vagonok is, illetve a hosszabb motorvonatok, mint például a Flirt. Ugyanis ők képesek átsöntölni a szigetelt szakaszokat, és zavart okoznak a rendszer működésébe, a nem aszimmetrikus DCC jelet át fogják vinni a kiszigetelt szakaszra, ahol már aszimmetrikus jelnek kéne lennie, és nem fog működni a megállás. Félautomata automata terepaszta foglaltságérzékeléssel. A foglaltság érzékeléses rendszer kiküszöböli az ABC már említett hiányosságait, és vele rendkívül életű vasütüzemet tudunk modellezni a létesítményünkön. Ennek a rendszernek a lelke a foglaltságérzékelés, ami kétféleképpen történhet. Pontszerűen, illetve folyamatosan. A pontszerű érzékelés jellemzően valamilyen mechanikus kapcsolósínnel, vagy optikai kapuval, vagy readrelével történik. Ilyenkor egy adott vágányszakasz végeire egy-egy ilyen érzékelő kerül, és a vezérlő program, ami lehet számítógépes, vagy akár a Z21 tabletes alkalmazás is, ezek segítségével tudja megállapítani egy adott vágány foglaltságát. Ez a rendszer hasonló a nagyvasúton használt tengelyszámlálók működési elvéhez. Ha ilyen módon szeretnék megoldani a foglaltságérzékelést, akkor nem kell külön kiszigetelni és elektromosan leválasztott szakaszokra bontani a pályánkat. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ezek a pontszerű rendszerek nem nyújtanak olyan rugalmasságot a modellvasúti létesítményeken, mint a folyamatos érzékelésű megoldás, hiszen csak azt tudják megmondani, hogy egy adott pontban, egy adott pillanatban éppen van-e valami, vagy nincs. A másik módszer a folyamatos érzékelés, ami jellemzően áramfelvétel mérésen alapul. Ehhez a pályánkat szakaszokra kell bontanunk, és az egyik sínszálat kiszigetelni. Praktikusan ennél a rendszernél egy állomási fővágány úgy néz ki, hogy három szakaszra van felosztva. A két végén egy-egy stop szakasz, középen pedig egy lassító szakasz található. A stop szakaszt úgy kell kimérni, hogy legalább 10-15 cm hosszú legyen, és mivel a célja, hogy azonnal stop parancsot küldjön, a rendszer, amikor a mozdony első tengelye beüti az érzékelőt, oda kell helyezni, ahol a szerelvényt meg akarjuk állítani, ugye ez praktikusan egy jelző előtt fog történni. Mivel a mozdonyok első tengelyei akár 3-5 centivel is hátrébb vannak, mint az ütközők, érdemes ezt figyelembe venni a szakasz kezdetének elhelyezésénél, továbbá némi ráhagyással is célszerű számolni, legalább 3-4 centivel, mert még kúszási sebességnél is kell egy pici idő, amíg a mozdony nulláról megáll. Érdemes kísérletezgetni, és biztosra menni, hogy a megálló mozdony még véletlenül se lúgjon túl a biztonsági határjelzőkön, mert az ütközést okozhat. A lassító szakasz a két stop szakasz között helyezkedik el. Amikor a szerelvény beír ebbe a szakaszba, akkor elkezd lassítani, és a cél, hogy a szakasz vége előtt 3-5 centivel már a mozdony minimális kúszási sebességével haladjon. A szakasz hosszát érdemes lemérni centivel, és ez alapján beállítani a használt programban a lassító rámpa hosszát. Érdemes figyelni még a váltókörzetekre is. Én a terepasztalomon mindkét váltókörzetet rákötöttem a foglaltságérzékelőkre. Ez azért fontos, mert ha valami okból túlcsúszna egy szerelvény, akkor a váltókörzet foglaltság érzékelője aktív lesz, és jelzi, hogy ott valami nincs rendben. Kiemelten fontos ez a rejtett tárolóknál, mert elő tudnak fordulni ott is kisebb-nagyobb meglepetések. A foglaltság érzékelőket úgy kell bekötni, hogy mindig ugyanazon oldali sínszálat kell megszakítani az egész terepasztalon. Célszerű itt is a sínpapucsok alját, vagy mint ahogyan én csináltam, magát a sínszál alját használni a betápvezetékek forrasztására. A szakaszolást szigetelő sínpapucsal, vagy a vágány elfűrészelésével lehet megoldani. Ez utóbbi íves flexi vágányoknál problémás, így ott célszerű a szigetelő sínpapucs alkalmazása. Mivel ebben az esetben a szigetelt szakaszok az egyik oldalon mindig meg vannak táplálva,
A foglaltságérzékelő modulon keresztül figyelni kell arra is, hogy a másik nem szigetelt sínszál és kapjon legalább 1-2 méterenként betáplálást. A foglaltságérzékelőket jellemzően sorba szokták kötni, a több is van belőlük, és érdemes őket is vastagabb tápvezetékkel rákötni a digitális központunk megfelelő oldali sín kimenetére. A foglaltságérzékelő kimeneteire már tehetünk esetleg vékonyabb vezetéket, lévén egy szakaszon nem nagyon szokott egy mozdonynál több előfordulni, ami indokolná a komolyabb vastagságú vezetékezést. Ha nagyobb asztalunk van, ahol több erősítő is dolgozik, akkor figyelni kell rá, hogy melyik szakasz melyik erősítőre van kötve, és ugyan a legtöbb foglaltságérzékelő modulnál lehetőség van akár két külön erősítőről történő betáplálásra is, minden esetben érdemes elkerülni azt, keresztbe kössük a szakaszokat, mert ez komoly üzemzavarhoz vagy akár meghibásodáshoz is vezethet. A foglaltságérzékelő modulok az S88-as rendszer esetén például az S88-as buszról kapják a tápellátást, így nem kell őket mindkét vezetékről megtáplálni, elég csak a választott szigetelt ágakat végigkötni. Nagyon fontos még, hogyha több erősítőt használunk a pályánkon, akkor az erősítőket érdemes ugyanabból a típusból választani, illetve a külön erősítőről meghajtott szakaszokat mindkét sínszálon el kell szigetelni. Nagyon fontos, nem elég csak egyet, mind a kettőt el kell szigetelni, illetve amire nagyon kell figyelni, hogy az erősítők sínkimenetén a feszültség az azonos legyen. Véletlenül se legyen 1-2 tized voltnál nagyobb különbség a különböző erősítőkről megtáplált szakaszoknál, mert az komoly problémákat tud okozni. Nagyjából ennyi lett volna így az első részben, amit el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!